Sziasztok, a kukucs, újra itt vagyok, ahogy ígértem, hát őrület volt, őrület volt, ezt eldugtam, senki nem fog rájönni, hogy mi ez a két illat, de még mielőtt belekezdenék a mai kis mondókámba, hát igen, Ö, újra itt vagyok, ahogy ígértem, négy héttel ezelőtt, és hát nyilván feltűnt azoknak, akik követnek, hogy egy picit rövidebb ideje nem jelentkeztem be, ennek több oka volt, volt egy kis munka, volt egy kis szórakozás és egy kis ideggyulladás, de erről a témáról ennyit, nem akarom túlhúzni ezt is, mint a rétes tésztát, úgyhogy gyakorlatilag most már tisztelt bíróság jelentem, itt vagyok és jól vagyok. És az elmúlt hetekben is rendezgettem a parfümös gardróbumat, és arra gondoltam, hogy nagyon sok illatot hoztam már nektek. Tudjátok jól, hogy én inkább a vintage illatokat szeretem, vagy az érdekeseket, a különlegeseket. Soha nem mentem bele a mainstreambe, néhány is illatot is megmutattam már nektek. De most tényleg egyik ámulatból másikba estem, hogy a 90-es évek gyermekeiként apostrofált illatok közül Mennyi van még a mai napig forgalomban, és hogy milyen jónak, modernnek és, és viselhetőnek tűnik az összes? Nyilván kevesebbet agyaltam azokon a, a parfümökön, amelyeket már megszüntettek, hm, legnagyobb bánatunkra tudnánk sorolni szerintem mindannyian sok ilyen ikonikus illatot, de rácsodálkoztam, újra és újra rácsodálkoztam, hogy milyen kincseket rejteg rejtegetett a 90-es évek illatok terén is. És bevallom nektek őszintén, hogy két férfi illat és két női illatot próbáltam ma egy csokorba foglalni, vagy hát igen, egy foglalni, vagy fogni, hát mind a kettő helyes kinek melyik tetszik, ossza be magának. De aztán úgy döntöttem, hogy tényleg ne legyen ez megint egy 20-30-50 órás videó, ez a Madár Veronika Best Of, hogy mindenki elkezdés évek múlva is még ugyanazt a videót nézegeti. Ezért úgy döntöttem, hogy ezt két részletre fogom majd szedni, és akkor ebben a videóban lesz egy klasszikus 90-es évekbeli női és egy férfi illat, és majd ha jók lesztek, és megérdemlitek, akkor majd esetleg megmutatom a másik női és a másik férfi illatot is, és a bevezetőmhöz még az is hozzátartozik, hogy ezt a két férfi illatot ismertem, főleg az egyiket, ö, szimatoltam már, de igazság szerint testközelből, közelből, úgyhogy többször láttam, többször éreztem Rihárdon, most tapasztaltam meg az elmúlt hetekben, hiszen mind a kettőt neki választottam egy jeles alkalom kapcsán, és nagyon örült mind a kettőnek, úgyhogy előjáróban ennyit szeretnék mondani. És hát a szemvülesebbek nyilván látták már itt a videóm elején, hogy itt van a kis ez most nem pulpitus, ez egy asztalka. Ja, tényleg, ó, egy új, egy új kis cimborát szeretnék bemutatni. Hát fogalmunk sincs, hogy ki ezt tartozik, de Rézike nagyon-nagyon kedveli őt, ő még jobban kedveli Rézikét, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal nálunk tanyázik. Erre nem tudok mit mondani, gyakorlatilag a teljes flórát és faunát megfogom nektek ma mutatni, hiszen ismétetlen a kertben vagyunk, a kertünkben vagyunk, hál' a mennyeknek. A fűkaszálós ember ma úgy döntött, hogy hát ez kár, nem látjátok, és nem tudom megforítani a kamerát hárnak, még puszit is adott neki, hát egy cukorfalat, ennyit tudok mondani. Már magam sem tudom, hogy hol tartottam, de tudom. Tehát a Riárnak választott illat lesz az egyik, és a másik pedig tényleg egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus, és ahogy elmondtam, de ti is látjátok, ismételten végre a kertünkből jelentkezhetünk. Most a 40 fok még azért úgy kicsit megvisel mindenkit, de szerintem másodpercekre vagyunk attól, hogy elmosson minket a vihar, és még mielőtt ez meg nem történik, végre rátérek a lényegre, hiszen olyan hosszúra húztam megint ezt a bevezetőt, hogy hát remélem, hogy tudtatok követni. Férjem integet, hogy nem, ő nem tudott követni, nem baj, el, el van a kis kandura, Akit amúgy Mateo-nak neveztem el, by the way, jegyzem meg. Na, szóval nem azért kezdem a, a hölgyeknek szánt illattal, mert csak ladies first, tehát hölgyeki az elsőség, hanem azért, mert ez egy esztendővel fiatalabb a férfiaknak szánt parfümnél. Ez egy 96-os illat, és hát azért látszik tényleg a forma világának, ki ismeri, annak nem is kell mondom, de azok kedvére, akik ezt először látják életükben, akkor elmondom, hogy ez a Zsivanzsétól az organza, egy 96-os illat és Sophie Labe álmodta meg, egy fantasztikus tervező. Én nekem a, a forma is nagyon tetszik az üvegnek, tulajdonképpen ez Szerzs a munkája, és ezzel az örök nőiességet próbálta megfogni, szimbolizálni, és azt gondolom, hogy a külcsény és a belbecs teljesen egyben van ennél az illatnál, mert valóban egy egy igazán szép, kedves, kellemes, nőies, klasszikus hölgy illata rejtőzik ebben az üvegben. 2004-ben reformulált változatot kapott, de ez ne ijesszen meg senkit, tényleg az is egy nagyon kellemes illat. Hogyha a becskódot megnézitek, be tudjátok azonosítani, hogy a tiétek esetleg honnan, mely időkből származik. Az enyém amúgy 99-es, az, hogy 2004 előtti az illat talán a becskódon kívül úgy lehet megállapítani, hogy egy picit sötétebb, mert a vanília és a jázmin, ami amúgy két nagyon-nagyon fontos és domináns összetevője ennek az igazán keleties, varázslatos, virágos illatnak, szóval ezek besötétednek, és ettől egy ilyen borostyános színezetű lesz. Az egyik kedvenc toppond ellen volt amúgy az első reklámarca ennek a parfümnek, Jászmin Gauri, hogyha valaki ismeri, vagy Góri ki, hogy ejti. Csodálatos hölgy, és szerintem pontosan ugyanilyen ö, formái voltak, vagy vannak a hölgynek, mint amilyen a parfümös üvegen belül ez a női sziluett, tényleg illet hozzá is. És hogy tényleg ez egy 30 éves illat, erre erre komolyan mondom, rácsodálkozom folyamatosan. Annyira modernnek tűnik, testes illat, de mégis könnyű. Ö, van, van egy karaktere, tehát, hogyha belépünk egy, egy helyiségbe, abban biztosak lehetünk, hogy nagy a szilázsa, tehát ezzel észrevesztek bennünket, és nagyon-nagyon sok bókot fogunk kapni emiatt az illat miatt, pláne hogyha, ha tudjuk is viselni. Tehát ezt az illatot azért hölgyként illik viselni. És az teljesen mindegy, hogy mennyi idős, teljesen mindegy, hogy hogy néz ki, milyen a testalkata, a hajszíne, de húzzuk ki magunkat, és legyünk büszkék arra, hogy mi nőnek születtünk, mert ez a női esélynek az ünneplése. Ez a parfüm a zsivanzsitól. Annyit olvastam még különben érdekes, hogy magát a parfümös részlegét a zsivanzsinak azt 86-ban eladták, és a Louis Vuitton vette meg. Tehát elviekben ezt már a, az ő leányvállalatok gyártja. Borostyános is, ahogy mondtam, de én érzek benne jázmint, tehát tényleg keleties virágokat érzek benne de valahogy fás is egy picit, a zöldes jegyek is dominálnak benne, és képzeljétek el, hogy amire először asszociáltam, így, hogy megszimatoltam, az nem más, mint Vivian Westwood tól a budoár. Róla má, már azért hoztam nektek régebben is egy videót, a pánk nagyasszonyáról, hogy ugye eny-enye Vivian, a Zsivanzsi Organza 96-os, a Buduár pedig 98-as, úgyhogy lehet, hogy volt némi inspiráció, gyűjtés, de mondjuk én ezt Vivian Westwoodról nem nézem ki, bár nagy csibész, nagy csibész volt, valljuk be őszintén, tényleg ajánlom szeretettel mindenkinek, az árakat akarjátok megtudni, ezt könnyen ellenőrizhetitek ti is, de azt gondolom, hogy egy ilyen 50-es, 100-as kiszerelés már 20 000 forint környékén mozog, tehát nem tartom annyira vészesnek, és nagyon sokáig elég tartós, kevés kell belőle, úgyhogy óvatosan, óvatosan és tessék csinyán bánni vele. És akkor itt van a másik kis gyöngyszem, ami tényleg nemrég került hozzánk, az az Richardhoz, az egyik születésnapi meglepetése volt ez a parfüm, a Laliktól a Pur Om. Amikor megláttam ezt egy webshopban, először nyilván a lálik üvegei fogtak meg. Aki esetleg röné Lalikról nem hallott, ő 1860-ban született, ékszerész volt, kerámiaművész, üvegművész, egy fantasztikusan sokoldalú ember volt. A kártyáinak, a Busaronnak tervezett ékszereket. Aztán összefogott Koti Mesterrel, és kitalálták, hogy Kotinak a páratlan illataihoz ő majd tervez fantasztikus üvegeket. Amúgy a Szecessziónak vagy az Art Nouvónak ő volt az egyik legbecsesebb művésze, és nagyon-nagyon sokan próbálták meg ladikot utánozni, leutánozni, tehát plagizálni. De nem csak Kotinak tervezett üvegeket, hanem ott volt a Molinár például, vagy a klasszikus, tényleg. Édesanyám ikonikus parfümje a zsivanzsi. Zsivanzsi? az itt volt az előbb. A Nina Ricscsitől a már teljesen megőrültem, de mondjuk tény is való, úgyhogy nem mondtam nagy zöldséget. A Zsivanzszi organza és édesanyám egyik kedves illata volt, így jutott hozzám is különben. ez az előbb kihagytam, de már tényleg annyi mindent meséltem erről az illatról, kell némi csemegét tartogatni legközelebbre is. Tehát először mondom meg, a lálik üvegek fogtak meg. Ö, lálik különben. Ö, azon kívül, hogy, hogy fantasztikus művész és újító volt, felfedezte azt, hogy az ő korában ö, az ékszereket nem a formavilág alapján nézték. Tehát nem az volt a lényeg, hogy egy, egy készítő mester, egy ötvös mester mit álmodott meg, milyen cizelláltan dolgozott ki egy karperecet, egy koliét, egy fülbevalót, hanem hogy mennyi drága kő volt benne, meg azok milyen drága kövek voltak. És uh, Röné Lálikról annyit tudni kell, hogy ő nagyon-nagyon szerette a természetet. Úgyhogy a munkáiba, az ötvös munkáiba, az égszereibe beleálmodta mindig a természetet, a legkedvesebb állatait, az állatvilágból, vagy gyönyörű női formákat. Tehát eleve már tényleg ebben is nagyon úttörő volt. Aztán utána halála, utána déd unokája vett át gyakorlatilag a stafétát, aki szintén uh, üveg, uh, készítő mester, tehát ő tényleg abszolút ugyanolyan tehetséges és sokoldalú képző. Művész, mint a Déd nagypapa volt, de a 90-es években úgy döntött, hogy akkor belép a parfümgyártásba is, és összefogott az Art and Fragrance nevű céggel, hiszen ő jól kitalálta Márik Lód, hogy ne csak az üvegeket, hanem a parfümöket is, tehát a belbecs is származon a Lalique-tól, tehát piacra lépett az első Lalique parfümmel, és milyen jól tette. És hogy miért választottam Riárnak ezt az illatot? Hát elsősorban ugye nő vagyok, tehát úgy gondoltam, hoppá, elnézést, elfújt valamit a szél, de mindjárt megoldom, mindjárt megoldom. Úgyhogy itt közben szolgálti közlemény, tararararám, mit bábozom, bábművész vagyok, tessék. Tehát először azt fogott meg ez a csodálatos gravírozás, ami úgy néz ki, mint hát nem úgy néz ki, ez egy oroszlán fej. Tehát gondoltam arra, hogy ilyen macskás, Riád is hogy megkedvelte Rézikét, hiszen gyakorlatilag Rézi a szerelmének tartja a férjemet. Rézik és örülni fog, hogy egy hímoroszlán díszeleg Riád legújabb kedves parfümjén. Ráadásul ez egy 125 ml-es üveg, ez egy ódő parfüm változat, van belőle ódő toalett változat is. Hát gyakorlatilag szerintem ilyen 10 és 12 forint között mozog, közben megint eszem a hajamat, nagyon mondom, hogy ne el fog minket vinni mindjárt a vihar. Aha, megvan, megvan. Lehet, hogy a, a szőre. Ezt még nem döntöttem el, nézzétek el nekem. Tele vagyunk macskával, tele vagyunk szőrökkel, ugye nem szőrözöm tovább ezen. Aztán elolvastam nyilván a hozzátartozó leírást, az illatpiramist. Picit féltem, hogy túl citrusos lesz, hiszen láttam, hogy gyakorlatilag szinte az összes citrusféle benne van a fejlatok között, tehát bergamot, narancs, mandarin, grapefruit, Isten tudja még mennyi minden. Na aztán megláttam a rozmaringot, a levendulát, láttam, hogy ott vannak gyönyörű szép fehér virágok, és lesz egy test, egy alap gyakorlatilag, hogy ki fognak bontakozni, és vagy egybe fognak érni, és nem csalódtam. Tehát ez egy annyira kellemes, egy igazi úriember illata, de közben időtlen, fiatalos, és tényleg el tudom képzelni, akár 20-as évek a húszas években járó fiatal embereknek is, de idősebbeknek is. Szerintem négy évszakos is, bár persze oké, okay, attól, hogy a fejillatok tele vannak citrussal, azt gondolnám, hogy akár még tavaszra, nyárra még még inkább passzolhatnak, de tudjátok, hogy én ebben nem hiszek ebben, hogy á, csak nyárra jó, csak térre jó, csak őszre jó. Annyi mindentől függ, tényleg függ attól, hogy mit viselünk, mi az alkalom, milyen a hangulatunk, éppen milyen, milyen, a hormonszintünk, tehát ezer dolog befolyásolhatja, tehát ennek alapvetően szerintem nem szabad hinni, ne ez legyen az iránytű, de tény is valahogy a nyári időben is nagyon-nagyon jól mutat és hűsít, a, ezek a citrusos illatok gyorsan eltűnnek, és marad egy, egy annyira kifinomult, igazán férfias illat, az organzának erősebb a szilázsa, ennek moderáltabb, de mozgás közben, séta közben, tánc közben, vagy néha, amikor vezet Richard és mellette ülök, akkor meg megcsap ez a fantasztikus illat. Én nagyon megkedveltem, és nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag az első öt percben ő is azt mondta, hogy ez nagyon tetszik neki, ez nagyon jó. Ennek különben van egy flenkere, szerintem flenkernek lehet nevezni, ami ugyanígy néz ki, csak egy lófej van, az, az Equus, tehát egy lófej van bele gravírozva, az is egy érdekes illat különben, majd lehet, hogyha jók lesztek, akkor arról is mesélek nektek. Szóval mind a kettő a 90-es évek gyermeke, és én tényleg azt gondolom, hogy örökbecsülők. Szerintem ezek 10-20-30 év múlva is nagyon jó illatnak számítanak, majd egyáltalán nem tartoznak a fősodorba. És hogyha szeretnétek egy kicsit kimozdulni a megszokott, nagyon-nagyon fölkapott illatok világából, akkor bármelyiket jó szívvel ajánlom. Akik meg egy picit a pénztárca barátabb verziót szeretnék, azoknak is ajánlom a Lalikpur ommot, mert ha nem is kísértetiesen hasonlít, de szerintem nagyon sok rokonságot mutat a Creednek a, a Boa du Portugal illatával, ami azért hát lényegesen egy drágább árkategóriába tartozik, és csak úgy halkansúgom meg, hogy szerint. Nem, semmivel nem tud többet. Ha én erről nem tudnám, hogy milyen árkategóriába tartozik, biztos, hogy nis parfümnek gondolnám, és szerintem a Zsivanzsi Organza is nis kategóriás. Na jó, hát ennyi fért a mai kis videómba, de mondom, hogy kinéztem én még nektek egy férfiaknak szóló, és egy hölgyeknek szóló, hogy úri embereknek és hölgyeknek szóló csemegét, úgyhogy ha jók lesztek, de akkor is, hogyha nem hamarosan újra találkozom és jelentkezünk, aki esetleg még nem tette meg, mert mondjuk elfelejtette, hogy 40 fok van, ilyenkor az ember feledékeny, egy picit le van lassulva, én is azt érzem, hogy le vagyok lassulva, hiába integez drágám, a férjem integető szerintem, meg föl vagyok pörögve, akkor is úgy érzem, hogy le vagyok lassulva, szóval, aki úgy érzi, hogy 40 fok miatt esetleg elfelejtette, most nyomhat egy lájkot, és föl is iratkozhat a csatornámra, ha még nem tette volna meg, illetve megkereshet azon a két közösségi portálon, amelyen fönn vagyok. Na jó, kész, fájron befejeztem, a következő találkozásunkig is vigyázzatok nagyon magatokra és egymásra. Millió csók, ölelke és Piszi fufuka! Hát, tudjátok mit? Kísérletező, fázisban vagyok. Maradjunk annyiban, ez férfiaknak való illat. Nagybetűs férfiaknak